Az alkotásnak az a lényege, nem, hogy érzéseket adjunk át, legalábbis próbáljuk meg, tehát hogyha sírnak, akkor sírnak, ha nevetnek, nevetnek, és ezek a legértékesebb pillanatok az egészben. Én nagyon szeretek adni az embereknek az énekkel. Az én szemszögömből a zene az ez, kapocs, saját magam felé néha. A Civil Út Alapítvány Varázsszerúza Hagynyomott a világban Pásztor Annával című tehetségkutató programjának egy fontos állomásán állunk ma itt. Ma mutathatjuk be azokat a mentoráltakat, hárvójukat, akik elindulhatnak egy olyan úton, amelyen 3 hónapon keresztül egy zenei fejlesztésben részesülhetnek. Teljes nyers őszinteség és a letisztult adni akarás volt a jelentkezőkben, úgyhogy ez ilyen elementáris erővel érintett meg engem. Mi sosem jártunk hangképzésre. Ez a tudás, amit bennünk van, az úgy belőlünk jön. Valaki a szívéből szólóan énekli ezt a dalt, akkor megcsillan. Hogy mennyire szövi át a sérültség a mindennapjaimat és az emberekkel való kapcsolataimat, az a helyzet, hogy akármit teszek ellene teljesen. Tehát, hogy ez egy olyan, nem szeretem ezt a szót, de egy olyan stigma, amit nem tudok magamról levetkőzni, és ezért az emberek ezen keresztül néznek engem, de próbálom lebontani a falakat. Én embereket nézek. Az én személyes gondolkodásom az nem az, hogy ki az, aki fogyatékkal él, ki az, aki nem, ki milyen pokoljárás csinált végig. Én embereket nézek. Körülbelül 9 évet úgy éltünk, hogy többek között a szobánkban voltunk, és a szüleim azok nem igazán akartak engedni minket szakiskolában, és ezáltal nagyon, nagyon sokat kellett küzdenünk azért, hogy tegyünk valamit az életünkért, és a kezünkbe vegyük azt. Én a látássérülésem előtt iskolai, általános iskolai tanító voltam, és ezt szerettem volna tovább vinni. Igaz, hogy iskolában nem tudok így dolgozni, viszont a tudás átadás az mindig nagyon fontos volt számomra, így akár az informatika terén is, és a zene oktatása terén is, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a mai fiatalok is mai fiataloknak is legyen egyfajta rálátása az élő hangszeres zenére. Nehezen szűröm ki, hogy mi az a pillanat, amikor rám néznek, és nem erre az egész csomagra. Valamivel igazán meg tudjuk magunkat mutatni, az a zene. És amikor így elkezdtünk énekelni, akkor meg tudnak ismerni az emberek, és nem csak a sérültséget nézik bennünk, hanem így többet is látnak belőlünk, és meg tudnak ismerni. A zenén keresztül nagyon-nagyon sok mindent meg lehet mutatni, nagyon sok olyan érzelmet ki lehet fejezni, amit akár szavakkal nem tudunk. De elképesztő, hogy milyen ajtókat nyit, tehát nekem pont a gyerekeim születése előtt jött a dal, és teljesen megváltoztatta az életemet is, meg az élet felfogásomat is. Igen, alapvetően 180 fokot fordult az életem, miután megtörtént ez a látásvesztés. Rengeteg mindennel foglalkoztam, és mindig szerettem több lábon állni, és talán azért gondolom azt, hogy ezután is sikerült könnyen megoldást teremtenem arra, hogy hogyan is tudnám folytatni a addig megkezdett életemet. Igazából születésünk óta élünk látássérültként, és mi vidékről költöztünk fel 2 éve Budapestre, és azóta nagy fordulatot vett az életünk, mert 2 éve kezdtünk el úgy igazán élni. A Vakok Állami Intézetében van egy 3 hónapos tanfolyam, a verseny, és ott tanítottak meg igazán minket közlekedni, és úgy a mindennapokban elvégezni azokat a hétköznapi dolgokat, amire szükségünk van. Ti gyakorlatilag most, mint egy formáció fogtok működni, egymásra reflektálva, egymás gondolataira, egymás érzéseire, és gyakorlatilag a zene útján fejezitek majd ki mindazt, amit ti együtt megéltek. A zene, ilyen szóval élve, az egy szentség, az egy olyan dolog, ami
amit én nagyon tisztelek, és nagyon nagy alázattal próbálok hozzá viszonyulni, és igazából örülök, hogy csinálhatom, mert a zenén keresztül egyrészt tudok segíteni magamon, meg tudok segíteni más embereken, és ez az egyik legcsodálatosabb ilyen összeállás, amikor koncertezünk, az egy közösségi élmény. Hát én baromi szerencsés vagyok, megint csak ezt tudom mondani, tehát hogy az, hogy ilyen fantasztikus emberektől tanulhatok, ilyen fantasztikus mentoráltaktól tanulhatok, az zseniális, és én nagyon várom. Mit jelent számotokra a zene? Nekem a zene azt jelenti, hogy a boldogság. Számomra a zene az gyógyír. Egy kiutat tud jelenteni, vagy egyfajta kapocs, vagy kapaszkodó. Szabad szárnyalás az egész. Ennek a programnak a lezárásaként március 13-án lesz majd egy előadás, amit megtekinthettek, amelyen bemutatjuk a mentoráltakat, azt, hogy a mentorprogram milyen eredménnyel zárult, és bemutatásra kerül az a két saját szerzemény, amit a mentorral és ugye a zenei producerrel a mentoráltak megvalósítanak, valamint a Márti dalának feldolgozása. A programmal a célunk, hogy a fogyatékosság ügyet a kultúra részévé tegyük. A HR-Fest és az OSAM Magyarország támogatóink mellé szeretnénk még céges támogatókat megnyerni az ügyünkhöz, hogy minél több koncertet is szervezhessünk a mentoráltjainknak.